Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok srácok! Ebben a videóban folytatjuk a BMW építését, kap egy kis műszerfal féleséget, hogy ne csak itt vezegjen össze-vissza az oracsoport, plusz megkapja a beszaratós ülést is, mert hogyha vinni akarok valakit, akit megfelelően be lehet szaratni, akkor szükségem van még egy ülésre. Emellett a videó második felében kivisszük a hegyre egy tesztkörre, mert meg kell mutatni Ádámnak is, hogy szerinte is jó-e az autó vagy nem. Azonban miatt nagyon belevágnánk a lecsóba, először egy kis reklám. Ezt a videót a Car Vertical támogatta. A mai jelentésben egy amerikai piacos Ford C-Max szerepel, amely balesetet szenvedett. Jól látható, hogy az előélete az USA-ból indult, azonban a végén Litvánián keresztül Magyarországra került. A jármű nem lopott, kilométeróra állása pedig valósnak tűnik. Az autón egy belső sérülés található, illetve volt található valamikor, amiről fényképek is vannak. Itt jól látható, hogy le lett gyalulva a bal első sárvédő, amely később kijavításra került, mint látszik. Itt már litván rendszámmal látható, valamint valószínűleg a végén már magyar rendszámmal. A Car Vertical nemzetközi biztosítós adatbázisból dolgozik, valamint az állami rendszerről is képes lekérni adatokat, amennyiben ahhoz hozzáfér. Kereshetsz rendszám vagy alvásszám alapján, és leírásban található kuponkód segítségével kedvezménnyel lekérdezheted a kiválasztott autót. Amennyiben a jármű sérült volt, de nem volt a biztosító bevonva a javításban, ez esetben nincs erre vonatkozó feljegyzés, tehát a Car Vertical nem fog eredményt kiadni. Na de, vissza a videóhoz! Napelem tesztüzem mellett, itt van alatt az akkumulátor éppen, amit tölt, gyönyörűen. Megcsináltam itt a műszerfalát a BMW-nek. Nem akartam sok mindent felhasználni belőle, igazából csak annyit akartam, hogy az óracsoportot tartsa valami, mert ide így is majd cső lesz előbb-utóbb, meg elrendeztem itt a kábeleket, szépen, össze van kötegelőzve minden. Az a húrokat ne nagyon feszélyezzen senkit, ki van kötve, tehát nem fog onnan elmozogni. És igazából jelenleg itt tartunk, a hűtővíz fel van töltve, ki van légtelenítve, kész, fék, kész, intercoolert két fantasztikus gyorskötöző fogja, kész. Még ki kell kicsikét pucolnom, meg szerintem bele is fogom még tenni a másik ülést is ebben a videóban, mert miért ne, és akkor már úgy jók vagyunk. Közben egy kis Celica update, látszik, hogy dolgoztam rajta, itt már szinte teljesen sima, esetleg egy kis szórógittel még rá lehet segíteni. Ez a rész még, azt hiszem itt van benne egy kis hupli, ezt még ugye látszik, hogy nincs teljesen készre csiszolva, majd le kell csiszolnom róla megint az alapozót, és akkor újra még egy réteget ráhúzni. Az alja az már viszonylag tűrhető, picit sajnos itt nem tudok nem huplit hagyni benne, mert olyan balfaszúval rárakva itt a sárvédő alul, ez az alsó része, itt van egy lemezelés, hogy nem lehet. Az ajtó már korrekt, itt az elejét kell még egy picit tovább gittelni, de itt már sima és szép egyenes, úgyhogy már csak a másik oldala van hátra, meg egy-két motortérbeli dolog, aztán lehet durrantani némi színnel. Ugye itt még hátra van ez a rész, ugye ez megint sajnos nagyon csúnya, de sajnos ez ilyen üvegszálas git elviszi. Itt még egy kis finom gittel rá kell segíteni a megmaradt sárvédő ívnek a csak fökenték a pisába gittel, azt ott hagyták. Ide nem nagyon kell gittelés, egy nagyon finom, vékony réteg, és ezzel készen vagyunk. Ajtó nem rohad, az éleket kell lecsiszolni. Itt sincs gond, ide se kell gitt igazából, úgyhogy ennyi. Itt kell majd még gittelni, mert ezt nem lehet másképp megoldani, mert nem fogom szétszenni a tetőablakot, ki sem fogom nyitni, nehogy véletlenül beázzon. Meg ide kell egy kis csiszolás, meg ilyesmi, ezt nem fogom kilakatolni. Utána meg fényezés után kifogjuk itt ezt tölteni Sikaflex-szel, szélvédő ragasztóval, meg megkapja az esőtálcáját. Na de ez a videó a BMW-ről szól, úgyhogy Celicáról ennyit, nincs elfelejtve. Mindeközben meg itt szomorkodik a Trabant. De most ez megint nem ez a videó. A következő munka, hogy ezt beletesszük ide,
az ülés helyére, tehát meg lesz a beszaratós állás is, pozíció is, úgyhogy ezt a két darab, azt hiszem ez 20x20-as, meg 40x20-as zárt szelvényt fogjuk ide fölhegeszteni, és majd rácsavarozni szépen az ülést, ahogyan illik, ahogyan a másiknál is csináltam. Így most már van műszerfal, lesz kit beszaratni, a motor jó, kábelezés rendben van, fék úgy 50%, vágjuk leméretre a zárt szelvényeinket. Bent is van a szép ülésünk, hát nem szép, de ülésnek ülés. Működik a csúszka és minden, tehát állítható ülések vannak benne. Kajlók, mert az fasza. Biztonsági öv majd a bukócsővel együtt lesz, meg szerintem akkor lehet, hogy picit beljebb fogunk rakni az üléseket, mert is itt mind a kettő a szélén van, mehetne a kettő egymáshoz közelebb is. Miután mindezzel végeztünk, irány a hegy, úgyhogy föl is pakoltam az autót, és megyünk Ádám telkét kicsit szétrugatni. Most viszont jön egy kis reklám. Ezt a videót a Spuri támogatta, pont mint a Roche Derby autós szériát. Egy hosszabb távú együttműködésbe kezdünk a Spurival, amelynek során minden egyes vásárlása, hogyha ilyen szép nagy kiszerelést vásároltok, a leírásban található linken keresztül, akkor csúran cseppel nekem is belőle, tehát engem is támogattok. Na, mire jó egyébként a Spuri? Tisztítja az üzemanyagrendszert, segíti az égést, valamint gátolja az üzemanyag termedését, például ez gázolajra jellemző télen. Sokat használtam a Mercibe meg a Golfba is. Emellett jó hatással lehet a fogyasztásra, a kibocsátásra, valamint a katalizátornak az élettartamára is. Tehát amennyiben szeretnéd kipróbálni, vagy már használója vagy a Spurinak, kattints a leírásban található linkre és rendeld meg, így mind a ketten jól járunk. Én most megyek, ezeket beletöltöm a Mercibe, a Ladába meg a BMW-be, aztán addig is vissza a videóhoz. Tamás, mi az Isten csinálsz már meg én? Hoztam játékot! De muszáj az érrétemet összerugatni már megint. Figyelj, gondolj hogy pozitívan. Itt az a kurva sok fű. Tudod mennyi idő volt lenyírni tegnap? Szar volt? Hát én tudom, Tomika, de én szeretem. A felét. De én szeretem, bazd meg, hogyha az a gyöpozott szép zöld, érted? Ne rugasd már kireken. Szép ilyen fekete, bazaltos, fekete földet. Na? Na, hogy menj a picsába. Wasteland, érted? Na jó, figyelj, én ezzel a kromanccal addig félre járok innen. Addig te valamit csinálj, jó? Roncs derbi lesz. Nem lesz roncs derbi. Az az igazság, hogy ott megütöm a küszöbnél azt a kiálló kereket, és az a baj kiszakad. Ezek meg elfolyik a hűtővize, de nem érdekes. Zoli, légy szíves dokumentáld, mert a tököm tele van. Mit dokumentálja, hogy legyen nálam ez az eszköz? Igen, legyen nálad. Na jó. Hogy is volt az, hogy vigyázzunk a szép zöld gyepre? Ezt akartam mondani én is, figyelj, ahhoz képest egész jól lerúgta a picsába. Esze, henged fejje se baszta. Kész. Ugye, aki idegen rugatja. Na mindegy. BMW meg kell próbálni fölmenni a picsába. Tessék, akkor hadd én rugassam fel először a saját. De figyelj, mi lenne, ha megpróbálnánk a BMW-vel fölmenni oda? Próbáld. Kivágjam a fákat addig. A fasz, átmész innen rajta. Azon nem megy át. De átfér. Felrugathattam a saját plasztomat, de nekem már nem kell. Na. Mobil kamera állvány. Már megint. Valaki megkérdezni. Az a lila. Nem. Ja, azt hittem én.
Tamás, mit csinálsz? Meséld el a nézőknek. Hogy összenyomkodj ez a szart. Ezt mondtam, hogy van benne egy selejtes csőkapásból. Megtaláltam. Király! Hoztam kombinált fogót, mert gondolkodtam előtte. Nem ezért, de úgy hoztam. De hoztál te is, hogy lenyúló. Nem megyek beljel. Oké, Tomika. És a Merga elfoglalta a kényelmes pozícióját, és most behesszüljük, hogy a robúr miért nem fér rá. Nem. Nem fiúk, lányok és egyéb kollégák, ha megdöglünk és gebedünk és akarnánk itt Roman Trailer szimulátorozni, akkor sem férne fel a robúr a Mercire. És fordítva sem. Tomi, megrendöttem egy legendát. Ebből nem lesz Roman Trailer szimulátor, mert sem a robúr nem fér fel a Mercire, sem fordítva. Hát tudom, de ja, tényleg ezt a nézők nem tudták. Igen. Különben már megcsináltuk volna. Persze, kétszer. Na. Na. Dolgozzál, én is dolgozok, mert ott még kupleráj van. Ezik az össző, nem? Összegi érzem úgy? Nem hiszem. Azt is elintézett füvet? Valószínűleg. Igen. Hát a hegesz az ilyen. Az abban nem tudsz befordulni. Csak elő van fék, vigyázzál! Azt bele is fog. Bele is fog még. Mennyire fos? Kurva jó. Ugye? Igazi szórakozós jármű. Felvannak le tépítve. Az oda egy baj, hogy ne kurva nem az én méretem, hogy az ülés beállítása amúgy tök. De állítható az ülése. Ja, jó. Ezt kösz, hogy szólsz, bazd meg! Én szóltam volna, csak közben mentél. Zsuzsik, kipróbálta is? Van. Nem. Jó, ez rövid tömör is fel is válaszol. Tomi, bazd meg! Asszony, does not approve. Igen. Kell bele a cső, amúgy. Nagyon kell bele a cső. Mert nincs sok a biztonságérzet, én nem is nagyon akarom neki küldeni. A hegesztett diffivel egy kicsit nekem valahogyan visszajön a jó kis ladás korszak. Tehát... Igazából ez most egy játszós lada, csak most... Olcsó volt, mint a lada. Igen. Igen. Annyira nem szeretném itt a placot felrugatni, de Tomi, gurulj egyet vele te. Felre ne ragd, mert viszont ott lenn könnyen felre rakod ezekkel a gumikkal. Herrajó! Csak a fékcső. Akkor fasza. Nem legyek én ebben. Jó. Fékcső az sem fordult hátul benne. Tomi, fölfele, hogy gázt adsz, lassít a felvétel esetre. Aha. Thank you.
egy fára? Nem tudom, még nem néztem meg. Megcsúsztam a picsába, aztán kicsit, ja. Nem, elfér szerintem. Nem úgy láttam. Bazdmeg, nem tudom, hogy csinálnéd a kamera mögött. Mielőtt még itt engem ki elástak a picsába, sajnálom, Ádám, nem akartam. Megöllek, bazdmeg! Most lemegyek, megnézem a fát, kinyírta, de... Remélem, nem. Szerencséd van, Tamás. Nem szerencse, így volt tervezve. Egyébként tényleg postam, hogy elcsaptam, de szerintem talán nem. Megöllek. A fáimra allergiás vagyok. Azt tudom. A legutóbbi óta tudom. Mondjuk a rétnek is nagyon örülök, hogy ez úgy fog kinézni, mint a kutya fasza, de hát... Na. Hát figyelj. Majd te jössz füvet nyírni, ennyi. De jó a kép, jó a kép. Tamás! Főzni kéne, mert éhen döglünk. Az lehet, de hogyha én főzök, akkor éhen döglünk. Oké, álljunk neki, aztán te leszel a kukta, mert a tököm tele van. Följebb járok, ez a szarra sikerült. Az érzés, amikor beengeded az embereket a saját otthonodba, és szétbasszák, kúrják a placot. És még éhen is döglünk, mert Tomi akar főzni. Hurrá! Ezért vannak az embernek barátai. Mivel a nyílt üzen dolgozunk Kondérba, ez is egy nyílt üz, akármilyen nézed, nem nagyon lehet beszabályozni. Olvasszál meg egy kis zsírt, jó? Biztos, hogy sok szakértő meg fogja mondani, hogy kurván nem így kell, de te ezzel most ne törődjél. Én nálam eddig így volt, ezután is így lesz. Olvad a zsír. Olvad a zsír. Ég a zsír, Norbi, ég a zsír. Nem várjuk meg a... Ja, Sóher Norbi! Update bogrács gulyás. Update bogrács gulyás, mi? Norbikám, nézd, van benne zsír, meg hát liszt az mondjuk, de lesz benne csipkeretként, úgyhogy lesz benne zsír, lesz benne liszt. Meg nem gluténmentes, meg nem vegán. Picsába! Hogy jártam, bazd meg, beszállt, ezt nem is mondtam. Tegnap ugye vettem egy fagyit, magnum, érted, mert illiómos vagyok. Bazd meg! Jöhet bele a hagyma. Hagyma, igen. Tehát meg Tomi főz, című rovatunkat látják már megint, persze! Én nem, én csak a műsorvezető vagyok. Egyébként meg srácok, nem tudom, ki tudja, ki nem, van vegán magnum jégkrém. Na ne basz. Tegnap sikerült megkóstolom véletlenül be. Kivettem és nézem, hogy a magnum almond, mandulás. Kiveszem, bontom ki, harapok rá, étcsok is. Az még hagyjam, hogy... Egy kicsit túl meleg a... hőfok, és nem azért, mert a Tomi itt van, és mert a Tomi főz, keverges. Sztoriban vagyok. Nem vagy. Közben is lehet. Utána elmeséled, keverges. Na szóval. Leég a hagyma, bazd meg. Hát jó lenne, ha nem ég, nem? Felett és kurvára tudnánk díjazni. A vegyház közösség nem. Kéne egy hosszabb kanál, mert itt szerintem én is sülök. Kellene, de nincs. Otthon maradt. Valaki másnak, az bezből van a kede. Na mindegy, ugye a vegán magnum nincs bent tej. Képzelj el magnumot mindenféle tej meg ilyesmi nélkül. Influencer, mi? Igen, hallgatunk, vegán magnum, igen. Akkor nem is mondom, hogy baszoljam meg mindenki. Na, folytasd ott a vegán magnumot, ott jó hát. Ne, megsértődtem. Megsértődtem T. Ádámra, innent a drámát indítunk a YouTube-on. Nem engedi végigmondani a vegán magnumos sztorimat, miközben főzi a fasz a kis gográs gulyásunkat. Babgulyás lesz. És te főzöd. Csipkeretten. Én főzöm. És az a fajta babgulyás, amelyik nem olyan, mint a víz, tehát nem gulyás leves, hanem gulyás, ami egy kicsit sűrűbb, zsírjára van sütve. Ezt a fajta gulyás fogod és kiöntöd ilyen őzgerinc formába, akkor egy ilyen nagy snickers-szerű gulyásleletet fogsz kapni. És tudod így harapni meg minden. Hidegen. Belehelyeztük a füstölt szalonnát. Amit előtte kellett volna, de mivel kurva meleg volt a kondér, egy utólag tettem be. És már a szomszéd is tudja. Nem, mert múltkor mondták a live-ba, hogy szar a hang! Ordítsa! 3 kilométerre van a legközelebbi szomszéd, nincsen gond! Paprika, majd a hús után kell, jó? Már most megcseréljük. Mi milyen videó lesz ebből? Jó, de a szalonnával együtt valamit. Ennyi volt kis paprika? Elverem ezt az embert, bazd meg. Főzőkanállal, tett hozzá. Az igazság, elmondom nektek, akkor úgy volt, hogy Tomi megint kamukázik, passz meg, érted? És az igazság, hogy úgy volt, hogy ő ilyen tutoriált fog nektek tartani. Úgy, hogy finger nincs az egészről. Én majd a háttérből így, mint a marionett babát így majd nagyjából így elmagyarázom neki, hogy mi a here van. Nem jött össze, mert most is mi van. Most is a story time az kurva fontos, érted? Rohadjon meg, mindenki dögöljön éhen, nem baj, de majd ha kész lesz, akkor Tomi majd büszke. Kedves hölgyeim és uraim, ugye muszáj etetni a népet, ezért főztem egy kis gulyás, mi nincs kész egyébként. Mi az a sörhas?
Még csak elkezdtem fölönteni, mert ugye szépen lassan kell fölönteni, hogy nehogy kihűljön. Mert... Tamás, és ezt mondd, önön magadtól csináltad egy erővel? Figyelj, én már észületem ez a tudás a fejemben. Ó, köszönjük szépen, Tamás. Mennyei mannát, ugye fiúk, ti is köszönitek szépen. Szóri, a szemát veszem inkább én az nem a kamerát, a főzést, bazd meg. Ja. Te kamerázz, én főzök, jó inkább, okay. A faszom, bazd meg, én még enni is akarok. Kicsúcs morogsz, gyere. Semmi, Tamás, csak megkicsértük a főztödet, bazd meg. Vedd át a picsába, a faszom, le van már nyomva a kamera úgyis, úgyhogy nem kell nekem itt ezzel foglalkoznom. Ennyi volt a móka már, a srácok. Mint láttátok, nem haltunk éhen, mert én főztem, nyilvánvalóan. A következő videó folytatjuk az intercooler beépítésével, mert amit eddig itt láthatok, az még mindig egy lukas coolerrel ment. Tehát nincsen teljesen ereje teljében az autó, bár ettől függetlenül még nagyon jó a gép. Tehát a következő epizódban beépítjük a Max Speeding Rose-nak az intercoolerét, és egy pár dolgot még alakítunk a kocsin. Jó lesz ez, srácok, jó lesz ez, de kell az a bukócső, meg kell a biztonsági öv, mert hát maradjunk annyiba, hogy veszélyes móka. Szóval, amennyiben ez a videó tetszett, iratkozz föl, lájkolj, kattints a Max Speeding Rose linkjére a leírásban, vagy a Car Vertical linkjére, vagy az én linkemre, vagy ne kattintsa sehova, csak diszlájkoljál. Mert az valakinek jó. Egy hét múlva találkozunk a következő Beameres epizódban. Sziasztok!